Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes témát fogunk feldolgozni, ahogy a kérás is mutatja, a flatpack csomagok visszaminősítése lesz a téma. Mikor van szükség arra, hogy egy csomagot visszaminősítsünk? Természetesen akkor, amikor az új verzió, tehát a frissített verzió nem úgy működik, ahogy neked megfelel. Erre általában a legtöbb csomagkezelőnél van lehetőség, tehát nem egy olyan dolog, ami a flatpack csomagokhoz kapcsolódó, de nagyon hasznos, hogyha tudsz róla. Miért? Mert meg tudod csinálni. Nem napi szintű feladat, nem olyan dolog, ami mindig előfordul, de ha nem tudunk róla, csak morgunk, és azt hiszük, erre nincs lehetőség, pedig van. Van lehetőség, nagyon egyszerű. 3-4 parancsot kell beírni, gyakorlatilag a legegyszerűbb, hogyha beírod, hogy flatpack, list, kötőjel, app. Gyakorlatilag lekérdezed a telepített applikációt, telepített programok listáját. Erre azért van szükség, ma a flatpack csomagoknak mindig ilyen furcsa nevük van, és igazából nincs olyan ember, véleményem szerint, aki ezeket fejbe tudja tartani, főleg akkor, amikor igazából nincs is rá szükség, kilistázta a gépen lévő összes olyan programot, ami applikáció, azaz felhasználói program, és verziószám, és egyéb mellett mindent le tudunk olvasni. Nagyon szép táblázatba kapjuk, tehát nem egy össze-vissza a kírás, nem valóban kényelmesen használható, átlátható lista-szerű dolgot kapunk. Nekünk most jelen pillanatban az Audio City lesz a példa, mert azt szeretném én visszaminősíteni, mert ez egy élő videó. Úgy értem az élő videót, hogy oka van, hogy pont most, és ezennel és azonnal elkészítettem, azért, mert az Audio City-nek az utolsó frissítése az bizony olyan lett, hogy nem igazán lett jobb, inkább el lehet mondani, rosszabb lett az Audio City, mint az előző verziók voltak. Gyakorlatilag 4 perc alatt importál be egy olyan fájlt, olyan állományt, sima MP3-as állományt, amit az elődje kb. 40 másodperc, 4 perc, és a 40 másodperc között van egy kis türelmi eltérés, hát 4 percig ne importáljon már egy ilyen, hát viszonylag egyszerű állományt, MP3-asat. Azaz, vissza fogom ezt jócskán minősíteni, visszaléptetek arra a verzióra, ami szerintem még működött, biztos, hogy működött, hiszen előzőleg kipróbáltam. A következő lépés nagyon egyszerű, ki fogjuk listáztatni, hogy a FlatHub-on, azon a tárolón, amiből én kapom a flat csomagokat, bizony milyen régebbi verzió van, illetve hát mi változott a verzióváltásokkor. Ennek nagyon egyszerű a dolga, beírod, hogy flatpack, remote, kötőjel info, tehát a távoli infót le akarod szedni, kötőjel log, tehát a logokat szeretnéd leszedni a FlatHub-ról, ha esetleg te más tárolót használsz, ezt szokták használni, a Fedorának van saját tárolója, úgy emlékszem, de hát általában ezt szoktuk használni a FlatHub-ot. Beírod azt, ami számunkra nagyon fontos, a nevet nem beírod, bemásolod, azaz itt ezeket a neveket kell megadni, amire kíváncsiak vagyunk. Oké, lefutott. Lehet látni, hogy kettőfajta, igazából én kettőfele osztom, de többfajta frissítés van. Az egyik frissítés az, amikor ugrik a verziószám. Na hát ez egy nagyon jó dolog. Például ennél itt kiírta, hogy a 3.21-esre változott a verziószám, azaz jól be tudod azonosítani a verziószámokat. A másik frissítés, ami úgy napi szinten, heti szinten, attól függ, milyen gyorsan érkezik, az ilyen hibajavító frissítések, amikor leírja azt, hogy melyik patchet, melyik hibajavítást végezt el. Oké. Eldöntött, hogy melyik verzióra akarsz visszalépni. Gyakorlatilag én azt mondom, hogy ha észreveszed, hogy valami nem működik, és frissítés után nem úgy működik, ahogy neked tetszik, az előző verzióra vissza tudsz lépni, és utána valószínű, hogyha az előző működött, a mostani nem, visszalépsz az előzőre, hát akkor nyilván az előző működni fog. Itt felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy nem végtelenségig megy vissza ez a lista, itt látható, hogy az utolsó elérhető olyan frissítés, a 22.5-én megérkező frissítés. Azaz nem lehet visszalépni mondjuk az 1.0-asról, a 2-es a régi szériára, az már nincs fent a tárolóban, így ha olyasmi kell, ami nagyon-nagyon régi, tehát ennél régebbi, akkor ez a megoldás számodra nem lesz megfelelő.
Oké, a következő kérdés, hogyan tudom megadni, hogy a következőre lépjen vissza? Én egy általános formulát írok ide be. Én egy általános formulát írtam be, tehát sudo, itt azért már a sudójuk kell, flatpak update. Erre figyelj, nem downgrade vagy egyéb, hanem update parancsot fogjuk használni, és a commitot kell megadni, a commit pedig itt van, a megjegyzés számot kell megadni, ezt kell ide a commit kód helyére bemásolni, illetve az applikáció idét, tehát az applikációnak a nevét, amit az előbb is használtunk. Én eldöntöttem, hogy erre a verzióra szeretnék visszalépni, 3.2.1-esre, az működött, működik, kipróbáltam természetesen, és utána megadjuk ugyanazt a szöveget, azt a nevet. Mind a kettőt úgy másoljuk be, de előtte törlök egy táblát. A clear parancsal letöröltük, és utána beírjuk. Én előkészítettem a parancsot. Nagyon fontos, a sudójog flatpak update kötőjel kötőjel commit egyenlő hosszú számsor. Hosszú számsor. Nyilván ezt másolom, illetve hát a nevet is, az Audacity-nek a flatpak nevét is bemásoltam. Oké, leenterezem, bekéri a jelszót, megadom az erre rendeltetett jelszómat, 3 darab A betű egyébként, de nyilván visszaállítom majd rendesre, és utána mit látunk? Kírja, és erre nagyon figyelj, mert ez egy kockázati ág, kírja nekünk azt, hogy bizony a GNOME régebbi, stabil verziója, amit ez a verziójú program elvár, az már nem támogatott, kírja azt, hogy bizony akarod-e így, vagy nem. Nyilván én azt fogom mondani, hogy akarom. Nyilvánvalóan, ami 1-2-3-5 hónappal, vagy egy évvel ezelőtt elfogadható volt, azt én elfogadom most is jónak. Nyilván már nem támogatják, frissebb, újabb GNOME van, de én úgy gondolom, hogy ez még belefér. Nincs akkora biztonsági kockázatom, mint annak a vágya, hogy legalább az a szerencsétlen Audacity ne 4-5-10 percig importáljon be valamit, hanem legyen szíves már normálisan működni. Régebbi verzió, régebbi futtatási környezetet kíván, és leenterezem. Amikor leenterezi, megint kérje, hogy ő, hát mivel engedélyt kaptunk egy régebbi verzió használatára, ő mit fog csinálni? Ő azt fogja csinálni, hogy az Audacity-t azt igazából visszaminősíti nekünk, kérje, hogy hát a stabil, régebbi dolgot, illetve installálja a GNOME platformot, illetve ahhoz tartozó csomagokat, mert hát a régebbi verziót is installálni kell. Ez nem azt jelenti, itt azért egy picit ki kell térnem, a FlatHub-nál, a Flat csomagoknál így pontosabb, a Flat csomagoknál lehet több futtatási környezet is fent, hogyha valamelyik a régit akarja, az a sajátjához fölrakja a saját régebbiet. Attól függetlenül egy másik program egy másik verziót is tud használni, tehát ez nagyon jól, hogy mondjam, össze van drótozva, ki van logisztikázva, hogy több futtatási környezetet is tudunk használni, több verziójú futtatási környezetet is tudunk használni, és akkor nem lesz ebből gond. Oké, lejeszeljük, azaz enterezzük, és akkor elvégzi a saját munkáját. Összefoglalva, valami nem megy, frissítés után, vagy régebbit akarsz használni, vissza tudod minősíteni. A visszaminősítés egy bizonyos mennyiségű program verzióig történhet meg, nyilvánvalóan, ami fent van a tárolóban, azt tudod használni, kiválasztod azt, amit kell, nyilván, ha egy frissítés után valami mégsem nem megy, akkor az előző verzióra, az előző frissítésig visszalépsz, és jó eséllyel működik, és utána elindítod ezt az egyszerű dolgot, oda kell figyelni természetesen, hogy pontosan dolgozzunk, a parancsot rendesen beírja az ember, a másik kettő, a hosszú, mindenfajta karaktersor, meg a név, az pedig másolással szokott nekem bekerülni a parancsorba, mert nyilvánvalóan könnyen elüti az ember. Oké, készen is vagyunk. Készen is vagyunk. Hát nézzük meg, hogy az Audacity-nk az valóban a 3.2.1-es flatpak csomagú. Nézzük meg, hát hogyan nézzük meg, le lehetne kérdezni. Nem azt fogjuk csinálni, hanem ide megyünk, a puding próbálja természetesen a megevés, hang, videó, Audacity, és ide van írva, hogy a flatpak. Nekem natív telepítésben is, meg flatpakben is fent van. Oké, Audacity-t elindítom, és mit mond? 3.2.1.
Oké, ezzel most nem fogunk foglalkozni, mert hát nem az Audacity-ről beszélünk, hanem egy egyéb terminálos megoldásról. Á, bizony, mi a probléma? Mi ezzel a probléma? Természetesen ezzel az a probléma, hogyha a frissítést elindítjuk, vagy hogyha automata frissítésre van állítva, automatikusan elindul egy script vagy egy programocska, ami frissít, akkor rögvest visszakapjuk az új, legújabb, legszebb, de éppen nekünk nem kellő verziót. Azaz meg kéne mondani a rendszernek, légy szíves, ne frissíteni az Audacity-t. Nyilvánvalóan egy grafikus felületű frissítésnél ki lehet venni a frissítés elől a pipát, de frissítéskor az ember, ha kap egy hosszú listát, biztos elfelejti, hogy az ABCD programot ő éppen frissíteni nem szeretné, elfelejti kivenni a pipát, és megint megkapja az új verziót, amire neki igazából most valami oknál fogva nincs szüksége. Hogyan tudjuk megmondani azt, hogy légy szíves, ne frissíteni? Hát kimaszkoljuk. Kap egy maszkot, amiben ez nem fér bele. Azaz, mi a parancsor? Nagyon egyszerű, sudo flatpak mask. Tehát kap egy maszkot. És utána nem fog frissülni, és megadjuk a nevét, és leenterezzük. És ennyi, mivel hogy nekem még nem telett le a sudo jogomnak az ideje, nem is kellett beírni a jelszót. Egyszerű volt? Egyszerű. Mi itt a legnagyobb probléma? A pontos másolás. A pontos másolás, hogy bemásold a commit számot, tehát azt a hosszú össze-vissza karaktert, meg a nevét. A többi ugyanaz, mint bármelyik parancsoros megoldásnál, le kell írni pontosan azt, amire szükségünk van. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, azaz ennyi volt az egész. Köszi szépen, sziasztok!